Kulcs fontosságúnak mondott falut szabadított fel az ukrán hadsereg Bakhmut közelében. Liscsivka megnyithatja az utat a város felé, egyes szakértők szerint. Pénteken az ukránok egy másik közeli faluban, Andriivkában tűzték ki országuk zászlaját. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök gratulált katonáinak az újabb győzelemhez. Az orosz védelmi minisztérium nem erősítette meg a híreket. Ha csak Oroszország és szövetségesei által elismert Donyecki népköztársaság megbízott vezetője, Denyis Pusilin úgy fogalmaz, hogy Andriivka most a szürke zónában van. Az ellenség ott nem tudja megvetni a lábát, mert a település szó szerint megsemmisült. Könnyű ott meghalni, ezért nekik sincs okuk arra, hogy megvessék ott a lábukat, csak azért, hogy jobb sajtójuk legyen. Az ukrán hadsereg közlése szerint az ukrán erők Bakhmuttól délre fokozatosan előre nyomulnak és visszavonulásra kényszerítik az oroszokat. Az ukrán keleti haderőcsoport szóvivője egy vasárnapi tévéműsorban azt mondta, hogy Bakhmut térségében több mint 50 000 orosz katona tartózkodik jelentős haditechnikai felszereléssel.